אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 488. Írásaiból fogunk olvasni, mondják az oldalszámot, a Nemzet című cikkből fogunk olvasni. Az egyén és a nemzet, ez a cikk fejezet címe. Kabala TV-n keresztül lehet kérdéseket föltenni, a megfelelő kérdéseket feltesszük élőben a leckés során. Tehát nemzet, cikk. Az emberi lény egy szociális lény, és nem lehetünk elégedettek a létezésünkkel, amíg nem érezzük azt, hogy a többiek támogatják a létezést. Ezért a kapcsolat az elkerülhetetlen fontosságú a létezésünkhöz. És nem, itt nem tudjuk kifejteni ezt a nemzet szempontjából, de lényeg, hogy elegendő a tanulásunk, a tanulmányzáshoz, ha megnézzük, hogy hogyan jelenik meg ez a szemünk láttára a nemzeten belül. Tény, hogy az egyének a saját ellátására szüksége van, a saját szükségete ellátására szüksége van a többiekre. Ezért szüksége van a szociális életre, ezért az egyénnek be kell illeszkedni a nemzetbe, vagy az államba, amelynek megvan a saját szerepe a gazdaságban, a mezőgazdaságban és az egyéb dolgok előállításában, és ilyen módon a kereskedelemben is, az előállított dolgok eladásában. És ilyen módon a nemzet önmagában valóban egyedi természetet hordoz, mind az anyagi életben, mind a kulturális élet területén. Ezen a módon az ember, még ha nem is lesz különösebben okos, akkor is el tudja látni magát mindenféle dologgal annak érdekében, hogy a létezését fenntartsa, és ez teljesen más szinten kezdi ellátni, mint az ásványi növény és állati szintek, hiszen az állatoknak nincs szüksége ruhára, nem kell neki kaját főznie, nem fog mezőgazdaságot végezni, kaját csinálni, tehát egyedül is képes túlélni, sokszor azodni tud, kell egy hely, ahol leszik, alszik, fent van, létezések közben. Az ember, az emberi lény maga nem tud azonban így létezni, az emberben lévő állat igen. Tehát annak érdekében, hogy a közösségtől megkapjuk mindazt, amire szükségünk van, ahogy azt mondva van, hogy mindenkinek a nem csak saját magának, hanem a többiekért is kell élnie. Ezért nyilvánvalóan mindenkinek össze kell kapcsolódnia az összes többibe, és akkor a kereskedelmen keresztül képesek vagyunk egymást is ellátni, és nyilvánvalóan akkor az emberek már szociális kontaktusba is kerülnek egymással, amin a kapcsolatok ezt egy belső munkát végeznek. Folytatják a cikket. Ha megvizsgáljuk az életben a különböző reflekciókat, akkor látnunk kell, hogy a nemzet az egy nagyon hasonló folyamatban van benne, mint az egyének a szükségletével kapcsolatos. És ilyen módon minden nemzetnek úgy kell, hogy ellássa a kapcsolatát, és úgy kell, hogy felfogja a kapcsolatát a nemzet részeivel, mint a test a különböző szerveivel. És ilyen módon a testnek harmóniában kell dolgoznia a részeivel, azaz a szemnek látnia kell, az agynak ki kell szolgálnia a gondolkodását, a testet, és amit a kéz megcsinál, és ilyen módon mindenkinek, minden funkciónak a saját magát kell figyelnie, és hasonlóan, ahogy a különböző szervek összeadják a testnek a működését, a nemzetnek is ugyanígy kell működnie, a nemzet irányítóinak, a dolgozóinak, azoknak, akik különböző munkát végeznek benne, azoknak teljessé kell tenni a harmóniát a részek között. És ilyen módon a normál életnek a szükségessége a nemzeten belül, és a biztonságos létezés ettől a harmóniától függ. Azt látjuk, mondja Rav, hogy a közösségen belül magához a közösség létezéséhez nyilvánvalóan mielőtt ez elindult volna, hogy nemzetté válunk, a törzsek együttműködéséről volt szó, ők szükségszerűen össze voltak kapcsolódva annak érdekében, hogy
hogy egymást megvédjék, hogy fenntartsák, hogy mindenféle állatokkal szemben biztonságra törekedjenek, kaját tudjanak egymásnak biztosítani, és amennyire, milyen módon ők szaporodtak, nyilván növekedett ugyanakkor az egójuk is, és elkezdték egyre nagyobb távolságra érezni egymástól, egymást, ami azt jelentette, hogy a primitív életforma, amelyben a törzsek éltek, kóborlás közben, ugye ezekben az ősi társadalmakban szinte kommunista módon éltek egyébként, tehát mindenüket megosztották, nem volt egyéni tulajdon, és nem is volt, nem létezett egyéni tulajdon, és nem is volt problémájuk egymásra. És nyilvánvalóan, hogy a természetes halála volt az egyénnek, és ez gyakorlatilag az egyén szempontjából a test szétesését jelenti. A nemzetnek is teljes módon zuhanást kell, hogy jelentsem, hogyha megjelenik a szervek közötti együttműködés problémája, és ahogy azt a bölcseink mondták, tehát Baba Metzá és a második fejezetében írja Toszfot, hogy ezért Jeruzsálem ilyen módon lett lerombolva, mert megjelen benne a megrapozatlan gyűlölet. És ezzel egy időben a nemzetnek mindenféle csapásokat kellett a halálig elszenvednie, azaz az nemzet szervei, azok mindenféle irányban széttörtek. A nemzetnek a létezése az a emberek közötti kapcsolattól függ, mondja rá. Ezért kell nekünk tudomásul venni, hogy nem tudunk elérni semmit egyedül. Tehát nyilván az oktatás, a kultúra, a pénzügy, a biztonság. Tehát mindenek előtt nekünk arra van szükségünk, hogy összekapcsolódjunk a nemzet minden tagjával, és utána fogunk tudni kitörni valamilyen irányba. Tehát mi azt gondoljuk, hogy elég az erőnk, van pénzünk, van hadseregünk, és a pénz hatalmával elegendő erőnk van arra, hogy fenntartsuk a nemzetet. Azonban ez egy óriási hiba, ha azt gondoljuk, hogy ezzel bármit megtehetünk. Tehát pontosan azáltal, hogy a nemzet tagjai közötti kapcsolat az olyan, amilyen, hogy nyilván az előadásunkhoz mire lenne szükségünk, a viszony az emberek között, a házaspárok között, a közösség különböző tagjai között, az nagyon fontos, mert gyakorlatilag minden ezen alapszik a társadalom normális működése. És nyilvánvalóan a hadseregnek a működése is az emberi kapcsolattól függ. Tehát ezek az erősebbé teszik a nemzetet. Tehát ha megnézzük a történelmet, akkor láthatjuk, hogy az erős birodalmak, mind a rómaiak, a görögök, mindazok, akik valóban erősek voltak, azok nem azért voltak erősek, mert volt hadseregük meg pénzük, hanem azért voltak erősek, mert ők elkezdtek egymáshoz közösségi szinten másképp viszonyulni. Egy olyan módon, ami a kapcsolatnak és az egységnek az erején keresztül erőt képvisel. Oké, tehát akkor minden egyes nemzetnek kell egy feltétel, hogy mikor áll össze nemzetté, és ez pedig egy természetes szeretetnek kell megjelenni a nemzet tagjai között, és ilyen módon az egyének éreznie kell, hogy a nemzetben akkor lehet boldog, hogyha a nemzet hogy a boldogság a nemzet boldogságától függ, és az zuhanása is a nemzet zuhanástól függ. És az embernek meg kell adnia mindent a saját nemzetének, ami egy idő szerint szükséges, és máskülönben nem tud a nemzet létezni, nincs joga létezni a világban, és a világ el is kezdi felemészteni a nemzetet. Tehát ezért mindegyiknek önmagát kell odaadni, föl kell áldozza magát a közösség érdekében. Haim, nagyon sok ember kérdezi, hogy lehetséges az, hogy a teljes történelmünk során, hogy egy ilyen hatalmas nemzetté váltunk, és mégis megpróbáltak bennünket elpusztítani. És mégis mi maradtunk fenn, a többiek pedig elpusztultak. Akár a rómaiakkal szemben is. Tehát el tudnánk mondani
hogy miért voltak ők mégis elpusztítva, és mégis miért érzik mi túl, de óriási szenvedése? Tehát hogy a zsidóknak ez a bajta kapcsolatuk, az megvédte a zsidókat arról, hogy teljesen elpusztítsák őket, hogy valóban ezenek a nemzetnek hatalmas belső ereje. Ez igaz, mondja rá. Tehát, hogy a zsidóknál nyilván az egységük az általában szükséges volt, vagy az általános gyűlölet miatt összeálltak a zsidók mindig, ez az, amit a teremtőtől kaptunk mi, hogyha képesek vagyunk mi összekapcsolódni egymással egy megfelelő kapcsolatba, akkor másfajta módon kezel bennünket az Isten. A gyűlölet gyakorlatilag, ami körülvesz bennünket, nyilvánvalóan ez egy félelmetes érzés. Oké, tehát akkor a mi továbblépésünknek a feltétele az volt, hogy annak ellenére, hogy erővel próbáltak bennünket elnyomni, a világ nemzetei megpróbáltak bennünket megölni, és mégis aki ellenünk kelt, az mindig eltűnt. A világ nemzetei, mondja rá. A természet oldalára voltak összekapcsolódva, nem a spirituális ideja oldaláról, mint mi. És az egoista forma, amiben összekapcsolódtak, nyilván azok sokkal egyedibbé tették az ő kapcsolatokat, és ezért szét is esett egy idő után. Tehát nekik nem volt meg annak a drámája, hogy együtt lenni, vagy nem együtt lenni. Ugye, ha megnézitek az amerikaiakat, ugye Amerikában van mondjuk az Egyesült Államokat rengeteg német alapította meg angol, és nézitek meg, hogy mégsem volt igazán kérdés, hogy milyen nyelven beszéljenek. Mert ott a németek, ők valóban ezt a nyelvet szerették volna beszélni, mint a brittek. És ugyanakkor nézitek a zsidókat. Ugye nyilvánvalóan az amerikai, vagy a zsidók akárhova vetettek el a világban, másfajta módon viszonyultak a dolgokhoz, megtartották a nyelvet és egy csomó minden dolgot. Hát ha megnézitek az íreket például, vagy az örményeket, a legtöbb örmény Amerikában él, ugyanúgy, mint Írországból az írek elmentek, a legtöbb ír már nem Írországban él. Ez egy hatalmas dráma. Tehát, hogy hol érjünk, hol ne érjünk, hol lesz jó egy nemzetnek. De a nemzetnek ezek az alapjai. Ezek nagyon érdekes viszonyok, hogy a zsidók se ültek sehol. Nézzétek a kínaiakat, a kínaiak mindenütt vannak a világban. És már a saját nyelvüket is beszélik. És senki nem törődik velük. Hát Szingapúrtól ez a Malajzián keresztül mindenütt rengeteg kínai van. Igen, hanok. Ahogy ezt korábban beszéltük, mi fontosan látjuk, hogy minden összekapcsolva minket itt Izrael földjén. Ugyanakkor látni kell, hogy a hadsereg se kapcsol bennünket össze, a kormány az nagyon szubjektív, és válaszolom, sokat beszél erről, hogy egy csomó dolog ösztönös, ahogy működik. Tehát nyilván mindenki megpróbálja elmagyarázni, hogy a zsidó gének hogyan működnek. De nekünk semmilyen DNS-ünk nincs erről. Hát ha megnézitek, nyilvánvalóan senki nem mondhatja, hogy a mi DNS-ünk az hogyan működik. Nem, a DNS-ünkben nincs benne a kapcsolat. Nyilvánvalóan mindenkinek vannak DNS jellemzői, de bennünket a félelem tartott sokáig össze, és nem a DNS-ünkben kódolt egység. Tehát ugyan lehet felismerni a zsidókat, és mindig így ismerték föl, hogy ők valamilyen módon összekapcsoltak. Hogyha nekünk a félelem megszűnne az életünkben, ha nem félnénk a szomszédainktól, akkor nem is kezdenénk el még annyira sem összekapcsolódni, mint eddig. Hát nézzétek meg, hogy mit csinált Ábrahám. Nyilván egy része értette, hogy miről beszél, hogy az életnek a célja van a kapcsolatban elrendezve, a többi megfélt a többitől, a többi zsidó, akit később zsidóvá vált. Oké, na de hogyan kell nekünk ezt korrigálni? És hogyan lehet kifejteni ennek a szükségességét, hogy valóban eljussunk az ösztönös szeretethez?
vagy folytatnunk kell ezt, és egyszerűen a létezésünknek a jogát kell megtalálnunk, de ha ezt nem találjuk meg, akkor nem lesz semmi jogunk létezni. Ez így van, mondja Rav. De ha te, Hanok, néhány évvel ezelőtt elkezdesz erről beszélni, na jó, hát világos, hát ezzel kajutasítottak volna. Így van, magyarok. Tehát ezért kell nekünk a beöltöztetnünk, amit akarom mondani, mint a gyerekeknek. És fokozatosan elmondani az embereknek, mi történik. Oké, na de akkor ez a... Nincs más választásunk, magyarok. Tehát, hogyha mi... Tehát oda akarok adni egy valami gyümölcsöt, és mindenki valóban meg van érve, és akarok adni, és elmondom, milyen az íze, és azt, aki meg belarap, az élvezi, amit adom neked ezt az őszi barackot, ugyanakkor ez savanyú, és még fizetni is kell érte, mondd már meg nekem, mondja rá. Milyen, minek a tudása kellene ahhoz, hogy beleharap? Tehát... Tehát, hogyha nem érett a gyümölcs, hogy lehetne még odaadni? Itt nyilvánvalóan csak elutasítás lenne benned, hogy az érett gyümölcs, éretlen gyümölcsből beleharap. Tehát neked tudni kell, hogy az előadáshoz milyen forma kell ahhoz, hogy elfogad, megedd a gyümölcsöt. Hát ezért valóban nekünk avval kell törődni, hogy hogy tudjuk odaadni az embereknek ezt. Tehát, hogy nyilván neki meg kell érteni az embernek, hogy jó az íze, hogy ez mindenkinek megfelel, minden egyes embernek úgy kell odaadni, hogy értse, hogy miről van szó. És az igazság az, hogy ezt nem repulzív módon kell az embereknek odaadni. Igen, az embereknek szükség van arra, hogy megértsétek, hogy miről van szó. Oké, én nem tudom, hányszor olvastam már ezt a cikket. Ugye ugyanúgy, mint a számvizetés és a megváltás cikket is. És nekünk egy belső sürgetést adnak ezek a cikkek, ez így van. És én mindig egy ilyen sürgetést érzek, hogy meg kell tenni a dolgunkat. Tehát én hallgatom a híreket, és azt érzem, hogy... És ez a fajta belső izgatottságom csak növekszik arra a híreket. Ez igaz, mondja. És azon túlmenő, amit te érzel, a belső sürgetésen túl, mikor kimegyünk az emberekhez, és elkezdünk törődni azzal, ami történik itt Izraelben, és Izrael nemzetén belül, nekünk egy mechanizmus kell aktiválni, és ez azt is jelenti, hogy meg kell ezeket az állapotokat édesíteni. Oké, folytassuk, fiúk, és aztán meglátjuk. És ez nem azt jelenti, hogy a világ minden tagja kivétel, ez azt jelenti, hogy a nemzet tagja kivétel, minden tagja kivétel nélkül el kell, hogy fogadja ez. Azaz, hogy az emberek, akik ehhez a nemzethez tartoznak, érzékelniük kell ezt a fajta harmóniát, azért, hogy megtegyék a nemzetért azt, amire szükség van ahhoz, hogy a nemzet boldog legyen, és hogy ilyen módon a nemzetnek joga legyen létezni a nemzet tagjainak minőségén keresztül. És ilyen módon elegendő összeget kell az egyéneknek tenni a nemzet létezéséért, és ezen kell, hogy alapuljon a nemzet, és egy bizonyos mértékben tudni kell, hogyha valamelyik szerv nem kapcsolódik a nemzet testéhez, akkor az, aki nem kapcsolódik a nemzet testéhez, megfelelően feszélyezteti a nemzetnek a működését. És ezért az ősi időkben még nem találhatunk különböző egységet a közösségek között, hiszen pontosan ez a primitív szeretet, ami szükségszerű volt a létezéshez, egy közösség létezéséhez, ez kizárólag a családokban volt meg, és ez is általában a közös apától származott. Mi is innen indultunk, mondja Rav, tehát mindenféle körök,
a családokból indultak ki, tehát az emberek közötti kapcsolatból, akik általában egy-egy foglalatosság körül alakultak ki. Tehát az emberek egy családban jobban megértették a kapcsolatot, még ha közelebb is voltak fizikailag egymáshoz, nyilvánvalóan ott egy kölcsönös érzés volt, ami azonos volt. Tehát a családok voltak abban az állapotban, amiben az egész emberiségnek kell majd egyszer lennie az előadás érdekében, tehát mindenkinek a teremtő felé kell irányulni, mert nyilvánvalóan a családi érzések jelentik az alapját, aki először egy kis csoport volt, ezért az alapját a normális társadalom működésének. Azonban, ahogy a generációk fejlődtek, nyilvánvalóan a közösségek egyre jobban az államok szervezési szintjére kezdtek el kerülni, és akkor már nem a fajok és a családi alapok képezték ennek az alapját. És a kapcsolat az egyének között az államok szintjén többé már nem természetes, primitív kapcsolat volt, hanem a kölcsönös igényekből és szükségességekből jöttek elő ezek a kapcsolatok, és ezek mint egyetlen testként kapcsolták össze az államot, és az állam megvédte ezt a közös testet és a közös birtokot minden egyes egyén számára, és minden egyes egyéntől is, mégpedig az állam saját erejével. És valóban ez az átmenet, ahol a generáció a természetesen módon szervezett nemzetből, a mesterséges nemzetbe való átmenetet jelentették, és az a kötelék, amely a primitív szeretetből egy kölcsönös elfogadott igényen alapuló kapcsolattá alakult át, és ez valóban egy nemzeti és nem faji alapon szervezett állam kialakulását jelentette. És a szabály az volt, hogy minden egyes egészséges egyén, ahogy minden egyes embernek a saját szerveit kontrollálnia kell, ugye mégpedig a szeretet alapján, hiszen a különböző szervek mindenféle büntetéstől való félelem nélkül kell, hogy szolgálják a testet, ugyanígy az államnak teljes egészében uralnia kell az egyén, mégpedig azáltal, hogy elfogadja az általános igényét az egyénnek a szeretetre és az ösztönös kapcsolatra való törekvésére. És ez a legmegfelelőbb erő arra, hogy minden egyént a tömegek és a közösség igényeinek az irány felé mozdítsunk el. Azonban, hogyha ez a fajta uralom, amit az állam képvisel, az erőn és büntetésen alapul, és ez az erő akkor nem lesz elegendő ahhoz, hogy valóban a tömegeket irányítsuk, és a tömegek is, ha nem ébrednek föl, hogy a saját hozzájárulásukat az minden egyes egyénnek önmaga által kell felajánlani a társadalomnak, akkor a társadalom soha nem lesz igazán erős állam. Rav. Tehát nyilván itt nem kellene, nem lehet egyetlen kormány sem, rezsim sikeres. Hiszen ha megnézitek egy hadsereg ereje, és attól függ, hogy milyen, nem attól függ, hogy milyen félelem tartja össze a hadsereget. El kell jutnunk ahhoz a ponthoz, hogy valóban a hűség, a hit, a szeretet, a kölcsönös önátadás, ugye az árvút, ez kell, hogy jellemezzen egy nemzetet, mert ez kötelezi az ember belülről magyarabb, nem kívülről, belülről, hogy az ego ellenállásán túllépjen. Tehát nekünk nem a kormányzásról való különböző megoldásokra kell beszélnünk. Lehet az egy autokrata, demokrata, vagy kollektív. Ezek nem fogják megváltoztatni a szociális egységre irányuló erőnek a megalapozottsági szükségességét, mert gyakorlatilag, ha ez nincs megalapozva, akkor ha nem a szociális szereteten keresztül alapul a társadalomnak az a megalapozottsága, akkor az állam nem lesz erős. Kérdés. A szociális szeretetről szeretnék kérdezni valamit. Mit jelent ez? Én hagyom, hogy kérdezz. Én a szociális szeretetről szeretnék kérdezni. A válaszolom azt mondja, ugye itt az egyénről kezd beszélni, aztán majd a kollektíva fel elmozdulni. Az egyénről szeretnék kérdezni valamit.
Nyilván, hogyha azt mondja, hogy akkor, hogyha a rendszer tökéletes harmóniában van, akkor tud rendesen működni, de mi ezt nem érezzük. Hát persze. Ha már nincs meg köztünk, akkor nem érezhetjük, magyarabb. Tehát ez egy nagyon jó fajta elképzelés a közösségre, de ha nincs meg köztünk, akkor tudnád azt föltelni. Tehát nyilvánvalóan belül nem érzed, így működik, akkor nem fogod érezni. Oké, na, de akkor mindenki egy teljes harmóniában él. Az csak akkor lehetséges, hogyha a rendszer engedi, de ha a rendszer egoista, miről beszéltem? Milyen tökéletes harmóniáról? Nem értem. A szervek, amikor a nemzet testét képezi, az, így van, de itt egy ideális állapotról beszél, mint egy egészséges test, ehhez hasonlítja a társadalmat, ahol minden szerv megfelelően működik, együttműködnek és harmóniában. Hát azt kell megérteni, hogy őknek is meg kell érteni egymást. Oké, na de a rendszer hogyan biztosítja számunkra, hogy ne rögtön a csapások kezdenek el bennünket, azért, mert az a rendszer törött. Oké, na de hogyan lehet akkor akkor hogyan lehet elvárni, hogy mindenki másképp viselkedjen? Milyen fajta rendszert válsz el? Hát az ember hogyan viselkedne másképp, hogyha nem kapja meg a büntetés vagy a jutalmat rögtön a társadalmi oldalára, hogyha nem megfelelően viselkedik? Hát hogyan érezhetne, hogy mi a jó? Hát ez az, hogy mindenkinek másképp kell éreznie. Tehát az, hogy az ember és a közösséget egy helyes formába vidd el, ezért el kell kezdeni oktatni az embereket. Ezért kell az edukáció, az oktatás, hogy valóban az embereket beültessük ebbe. Oké, na de akkor mi tudunk ebből összegyűjteni? Tehát hogyan tudjuk az embereket erre fele fordítani? Hogyan kell akkor ezt másképp viselkedni? Tehát bármit éreztek is, nyilvánvalóan nem szabad, hogy csapásokat kapjatok. Tehát a közösség oldaláról kell ezt megéreznetek. Tehát, hogy mikor jó ez, mikor tudjuk azt elérni, hogy mindenki ebbe az irányba menjen, hogyan lehet ugyanígy gondoskodni egymásról, hogy mindenki így kapcsolódjon bele a társadalomba, hogy a gyerekeknek az oktatása is így legyen megszervezve. A csapásokról kell beszélnünk. Tehát nekünk nem szabad az emberekkel másképp bánnunk. Így van, tehát ha megnézitek, itt volt a választás, az emberek elmentek választani, és most boldog valaki az eredménytől, hát senki nem boldog. Tehát, hát nézzetek meg, Izraelben van olyan ember, aki valóban elégedetes boldog az életével, és akkor a kérdés az, hogy tudjuk ezeket a dolgokat kifejteni és elmondani. Oké, na, de az egyén szempontjából mit tudom mondani az embernek? Hogy kell, hogyha másképp viselkedik, akkor azonnal jó visszajelzést kapja. Tehát, hogy mosolyognunk kéne egymásra, vagy mi az, amit meg kell tennünk, hogy nem, hát te sem figyelsz ide, amit én mondok. Hát mit tudod neked mondani, ha te sem figyelek? Te sem figyelsz. Na, figyelek, magyar srác. Nem. Tehát teljesen magától értetődő, hogyha az ember egy törött társadalomban él, és a legjobb dolgot is akarja tenni, nyilván nem tud helyes visszajelzést kapni. Tehát mindenkit elkezd kihasználni, hiszen a közösség az így működik. És gondolj bele egy olyan társadalomban, mindenki kihasznál mindenkit, akkor egy hatalmas hatóság, azt mondom, hogy te törődj a többieknek a problémáival. Hát hogyan lenne ez lehetséges, magyarabb? Tehát én a reformáló fényt javaslom, ami megold mindent, és a reformáló fény, ez belülről dolgozik mindenkit, és megváltoztat mindenkit. És én vagyok az átvezetés. Emlékezzetek vissza erre, mert ezzel szele írtuk ám, hogy nem akarunk több hibát tenni. Oké, ezt értem. Én nem tudok más mondani, magyarabb. Az oktatásunknak erre kéne irányulni. Tehát nem mondhatjuk, hogy ha ezt csináljátok, akkor itt jól érzed magatokat. Ha így viselkedtek egymással, vagy amúgy viselkedtek egymással, akkor jó lesz. Nem. Hát nézzetek meg az emberek, ha tesz is valami jót, akkor rosszat kap vissza a többiektől. Oké, de én a nemzet szempontjából akarom ezt mondani, hogy milyen fajta tudást kell átadni. Hát van egy rendszer, és hogyha ennek a rendszernek megfelelően működünk, az oktatásban nincs meg ez az érzés. Oké, na de ezért kérdezem, a magyarázat oldalára kérdezem, mit tud mondani az embernek itt Izraelben? Oké, itt van a módszer, amit téged egy jobb élethez visz. Hát mi az a módszer? A módszer, mondja,
a köröknek a módszere, ami a mi örökségünk, tehát el kell kezdenünk a körökben kinyitni egy lehetőséget arra, hogy a reformáló fény belépjen. A forráshoz kapcsol bennünket, tök mindegy, hogy ne mondom, nem tudom, hogy nevezzem. Tehát a forráshoz kapcsol bennünket, és elkezd előre leáradni a fény, az érzés, az általános érzése annak, hogy van valami, ami összekapcsol bennünket, minden nagyszerűvé válik, és az ember hirtelen elkezd érezni, hogy wow, ez mind igaz, érzem az erőt. Na de, és akkor én ebben szeretnék lenni, ebben az érzésben. Akkor nem kell magyarázni, hogy miért jó abban lenni, ami jól érzed. Hát akkor mi fog segíteni, hogy ezt jobban megértsék? Hát az oktatás, a tudás. Nincs semmire szükség mindennek a magyarázatára, hogy hogy működik ez magyarán. Meg kell mutatni, hogy ez az erő, ez a belső erő, amelyik működik Izraelben. És ettől az erőtől kell várnunk, hogy ez működtesse bennünket, ezen túl menni nincs szükségünk semmi másra. Nem kell ilyen módon, vagy olyan módon a törvények megváltozásra törekednünk. Hogyha mi elérjük ezt a közösséget, akkor nekem nem kell győzködni senkit. Nekünk egy érzést kell adni, és az emberek nincs szükségük ennél többre. Hogyha pedig később akarnak még más tanulni, akkor tanuljanak. Na, ne folytassuk ezt így tovább, mert ennek sem értelme, magyarabb. Én azt várom el tőletek, hogy felkészültebbek legyetek, és értsétek. Lehet, én tettem, én követtem el valami hibát, hogy nem érzitek. Folytassuk a... Tehát nyilván az, amit az utolsó számítás óta kiérdemeltünk, és a legfontosabb, amit tanulunk kellett belőle, az, hogy elvesztettük a nemzet érzésének a tudatosságát, és ilyen módon nincs természetes érzésünk arra, ami minden egyes nemzetben megvan a nemzet fenntartására. És ilyen módon a szeretet és a kapcsolat, amit a nemzetet jellemzi, nekünk látnunk kell, hogy minden egyes nemzet esetében ez egy természetes és primitív módon kezdődött, és aztán általában degenerálódik is, és leválik a szívről, és ilyen módon el is tűnik. És látnunk kell, hogy a mi esetünkben a nemzeti szeretet az más módon kell, hogy felemelkedjen bennünk, mint az összes más nemzetben, és ez... bennünk vagy egy negatív módon létezett ez, a közös szenvedés által, vagy pedig a közös szenvedés tett bennünket a nemzet gyermekévé, ez belénk nyomódott, ez volt a nemzeti tudatosságunk, és a nemzeti zavarodottságunk is, úgy mi gyakorlatilag közös szenvedésben lettünk nemzet. Ugye, amikor a testvérek bajban vannak, ugye ezt éreztük mi? És nyilvánvalóan a közös szenvedés annélkül, hogy valódi nemzeti tudatosság alakult volna ki, ilyen módon nem tudott felemelkedni a nemzeti szeretet, és egy természetellenes és felfoghatatlan kapcsolat alakult ki Izrael tagjai között. És a legfontosabb dolog, hogy ez nem felel meg a saját feladatunk betöltésére. Mert a szenvedésnek az közös érzése az valóban nem ad erőt ahhoz, hogy újra tudjuk építeni a nemzetet, hogy az képes legyen önmagát fenntartani. És ennek az oka az, hogy az egység, amely itt a külső okok miatt létezik, az nem egy igazi nemzeti egység. Világos, mondja rá. בקשר לפסקה הזו, לכתיבת מאמרים, כתוב פה ש... הציקלו מגר עושה את הגומת כלזי. תהת... ניבן הכל שופט את הלק... אל תוקי כסד את עצ'יג... נמפוך שוקה יפן מורד, נהיה אלוהי. Ugyanakkor pedig mi elmondjuk, hogy azt kell mondjuk, hogy akkor lehetek sikeresek, ha összekapcsolódtok, ugyanakkor pedig egy sokkal erőteljesebb belső kapcsolatra kell az embereket bíztatunk. Tehát hol van az a pont, ahol meg kell ragadnunk ebben a cikkben, amely nem csak a kapcsolati sikerre utal, hanem egy sokkal mélyebb belső egységre a jobb jövő érdekében. Az ember a sorsunkra,
az Izrael sorsára irányuló paragrafusok a fontosak, hogy nem tudunk létezni anélkül, hogy a sorsunkat benne teljesítsük. Tehát nem tudunk elmenekülni sehonnan. Nekünk egy jelenség vesz, mert ez egy különleges nemzeti jelenség vesz körül bennünket, és ez sokkal erőteljesebb belső módon kell megélni a saját feladatunkat, hogy össze tudjunk kapcsolódni. Oké, na de maga az írás. Én láttam a barátokat, akik eljárva mentek, láttam, hogy nagyon erőteljes felkészülésre voltak, és komoly inspirációt kaptam arról, hogy ők hogyan nullázták le magukat, ugyanakkor hogyan kezdték felépíteni az erőt magukban a felkészülés során, és ez nagyon jó eredményt is okozott. Na de hogyan tudjuk azt megtenni, hogy amikor mi írunk egy ilyen cikket, vagy lefordítjuk a cikket az embereknek, hogy tudjuk ugyanezt a sikert elérni? Hát nyilván a felső erő szempontjában kell elmulázni magatokat. Úgy kell megközelítenetek a dolgot, amiről írni akartok magyarul. Tehát nyilván a felső erővel szemben kell egy kapcsolatot elérnetek, és akkor az megadja nektek az érzést, hogy megfelelő módon tudjatok egy cikkre hivatkozni, vagy akár leírni is. Tehát a felsővel való kapcsolatokat kell felépíteni helyesen, lenullázódással, és akkor jó cikket tudtok majd írni. Tehát nektek kell egy, nyilvánvalóan kell egy közös edény, és az a felkészülés, hogy a közös edényt készítsétek fel, ezt nyissátok ki, és megjelenik benne a minőségetetnek megfelelően az a fény, ami majd lehetővé teszi, hogy terjesztetek. Ez így működik. רב, רציתי לשאול, אנחנו מדברים פה הרבה על עצמאות והלאום, ואני כאילו פתאום... אני שוקל בסדים כפיגי אטלנשג, למדתנשג, יש איתה רק כזה מגרד, אני... עוד מי הפיגי אטלנשג מגה, עוד שאי... עוד חיים אלמונטה, hogy az ember, amikor, az egyén, amikor olvassa az igazságot Izrael történelméről, akkor talán egy teljes módon megérti, hogy miről van szó. De hogyha mi valóban ki akarunk menni, és valóban szeretnénk ezt az emberek számára adoptálni, akkor még nem is tudjuk, hogy a testvéreinknek, a barátainknak, a rokonoknak hogy megyelezzük el a függetlenséget. A függetlenség, ugye ez nem lehet, egy ember nem lehet független. Tehát azt kell elmagyarázni, hogy milyen állapotban vagyunk, és az egész emberiség, mindenki függ mindenkitől. Tehát nincsen függetlenség. Egyetlen család, egyetlen közösség sem tud az emberiségen belül független lenni, hiszen mi mindannyian ezer és ezer szállal összekapcsolódunk egymással, így az ásványi növény és állati szinteken. És egyébként pedig mindannyian nagyon függünk egymástól, ezért a függetlenség az a természeti erőknek megfelelően működik, hiszen ez a teremtő, aki működtet mindent. És ugye a teremtővel állunk kapcsolatban. Nyilván egy teljes rendszerben kell összekapcsolódnunk. A függetlenség az nem az, hogy le vagyok már van mindenkitől, és nem függök tőlük. Mi ugye már beszéltünk erről, a függetlenség az az, hogy mindenkivel kapcsolatban vagyok, egy olyan kapcsolatban, ami egy teljes módon kell megnyilvánuljon. A jó kapcsolatról beszélek most. Ezt mondjuk függetlenségnek, amikor egy teljes módon felismerem a saját függésemet a többiektől, és ilyen értelemben független lehetek az egoista kapcsolatrendszerektől. Ez a valódi függetlenség. De hát nem beszéltünk semmilyen más függetlenségről a világban. Tehát minden össze van kapcsolódva, integrált módon létezik, és hülyeség lenne arról beszélni, mikor, hogy az ember fogja a játékát, senkivel nem akarja megosztani, és ezen a módon mi hogy lehetnénk függetlenek? Hogy megőrizzük a saját tulajdonunkat és megvédjük, ez nem függetlenség. Tehát semmi nem tud ezen a módon létezni ma a világban. Hát is más választásunk. Meg kell, hogy értsük, hogy az ego alapján sem tudok függetlenek lenni senkitől. Tehát nyilvánvalóan mi be kell, hogy illeszkedjünk a világban, nem tudjuk a saját létünket fenntartani, nem tudjuk azt mondani, hogy szükségünk kereskedelemre, kapcsolatra a többi nemzettel. Hát nézzétek meg akkor, mi történik, ha ezt valaki így próbálja meg fenntartani, mint ő megölné magát.
Tehát itt mindenféle dolgot, ha megnézitek, hogy mi történt Ukrajnában, akkor látjátok, hogy nincs rosszabb, mint amikor egy ország ilyenfajta függetlenséget akar meghirdetni. És mindig visszaüt a nemzetekre, akik ezt meghirdetik. Tehát ha megnézitek a büszkeséget, a nemzeti büszkeséget, vagy az egyéni büszkeséget, az mindig katasztrofába taszít bennünket. A legrosszabb az országoknak a büszkesége. Mert akkor egy egész ország el tud tűnni gyakorlatilag. És ez, itt példákat próbál meg Bálászolám mutatni azért, mert ő azt mondja, hogy ha nem vagytok kapcsolatban egymással, akkor ez a legrosszabb dolog. Tehát nyilvánvalóan, amikor ha a büszkeség az ego és a függetlenség az ego ellenére is mutatna, akkor sem tudtok előreadni ezen az alapon. Tehát itt megpróbálja elmagyarázni Bálászolám. Az igazi függetlenség a mindenkivel való egység. Mert ha tudod, hogy mindenkinek szükséged van, és mindenkinek szüksége van rád, akkor független tudsz lenni. Érted? Tehát lehet, hogy ez a válasz arra, amit ön mondott. Tehát hogyan érezhetjük mi? Tehát ön értem, amit mond, hallom, amit mond, és lehet, hogy értem is ezt, és le is tudnám írni, és el is tudom mondani a körökbe. De mégis, hogyan tudom elmagyarázni az országban minden embernek, hogy mit jelent ez? Tehát a legtöbb ember azt akar, hogy legyen pénze. Nézd, újra. Most valami másról beszélsz, mint ami a lényeg. Tehát nyilvánvalóan vannak a reguláris dolgok, amiket el tudunk magyarázni akár a vallásosoknak, akár a szekulárisoknak. Tehát nyilvánvalóan megnéztük a politikai pártokat, pontosan ezt teszik. Mi az, amiről én beszélek, hogy a látszalagos függetlenség az nyilván függhet egy szociális egyetértéstől, egy olyan fajta állapotról, ahol minden meg van osztva, hogy senki nem akar a másikhoz negatív módon viszonyulni. Ez nyilván azzal a feltétele történhet, hogy minden különbség ellenére megpróbálunk összekapcsolódni egymással. Tehát nekünk minden módon meg kell találnunk a kölcsönös nyelvezetet mindenkivel, aki ebben az országban él. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Ugye matematikában a... Ugye, hogyha matematikai műveleteket végzünk, ugye? Ugye akkor közös nevezőre kell hozni különböző műveleteket. A közös nevező az, ami a részeket lehetővé tesz a részek közötti műveletek elvégzését, és ilyen módon egy közös nevezőt kell találni mindennel, amit össze akarsz kapcsolni. Ugyanezt, ahogy a matematikában megtanultuk, ugye most azért nem tudom ezt rendesen kifejezni magyarul, mert nem héberül tanultam matematikát. Tehát ez az, amit el kell magyarázni az embereknek. Tehát nekünk tudni kell, hogy nincs más választásunk. Tehát nagy családban kell laknunk, élnünk, úgy kell megszerveznünk. Mi más lenne szükségünk? Mi a következő állapot, amikor eljutunk a családi érzéshez? Amikor már senki nem akar kihasználni a másikat, nem profitot akar hazavinni. Ahol túllépünk azon, hogy mindenki meg akar élni a másikat valami fajta haszonért. Tehát egy országnak kell, hogy legyen egy kölcsönös ereje. Hogy hívjuk ezt a... Ez egy kölcsönös... Ez a kölcsönös együttható, a közös nevező, ami a köztünk lévő matematikához kell. És ezt csak mi tudjuk megtenni itt abban az országban. Hát kinek van erre irányultsága? Kinek van erre ereje, hogy ezt így ábrázolja és megtegye? Ez elkerülhetetlen. Tehát ez kell egy szociális együttműködés, hiszen nem lehetünk... Ha nincs olyan közös nevező, akkor nem tudunk tovább lépni. És nyilvánvalóan nekünk... Oké,
Na, de amikor a nemzetről beszélünk, a nemzethez tartozáshoz, akkor ez nem a kormányt jelenti, nem a politikát jelenti, hanem bennünket jelent. Nézd, a kormányzatnak is azt kell alkalmazni, amire vágynak az emberek. Tehát a kormány igazából nem tud megadni semmit. Pénzt tud elosztani. Tehát érezni kell, hogyha mi valóban az egységről beszélünk, tehát ki lehet független? Tehát nyilvánvalóan az emberek lehetnek függetlenek, és hogyha mindenki azt gondolja, hogy van pénzünk, akkor azt teszünk, amit akarunk. De ez lenne a függetlenség. Nyilván itt akkor egy másfajta képet kell tudunk megragadni. Tehát nekünk egy kölcsönös, szociális megállapodásra kell jutnunk minden különbség felett, mert különben nem lesz jogunk létezni. Tehát, ha itt megnézzük itt Izraelben, hogy tehát hosszú ideje már mi jelenti Izraelnek a identitását, amit sosem fog Obama megérteni, meg a többiek, hogy a mi nemzetünk azzal nem tud mit kezdeni, amit ők akarnak. Tehát nyilvánvalóan még, hogyha meg is próbálták magyarázni, hogy Izraelben is voltak terroristának nevezett csoportok, akik az izraeli civilista csoportok egységért harcoltak, és hogy megpróbálják a világnak, milyen negatív hatása volt különböző zsidóknak, mint a Rothschildoknak és a gazdagoknak, nyilvánvalóan ők nem használtak az izraeli nemzetnek, hiszen ők nem jöttek ide, és nem kezdtek el nemzet alapítani. De ha megnézitek azt, hogy ugyanakkor ezek a törekvések, amelyek akár az amerikai zsidóktól is indultak, mit okoztak a szomszédainkban, és hogy osztották meg a különböző nemzeteket különböző gazdasági érdekek alapján, akkor mit gondoltok, hogy ez kinek a kezében volt mindez, ami történik körülöttünk? Egy csomó dolog, ami itt körülöttünk történik, a tengeren túlról érkezik. És ezért nem akarom az amerikai hallani, mondja mosolyogóra, vagy az amerikaiakat. Na, akkor inkább Jeruzsálemet hallgassuk. Az utolsó részben, amikor beszéltünk, a közös nevezőről, amikor beszéltünk, akkor nyilvánvalóan ez egy közös rész jelent a közösségben, ami a vezetők és a csoportok közötti kompromisszumot jelenti. Kérdés. A kapcsolatokra kérdezni, hogyha azt nézzük, nagyon nehéz a kapcsolati anyagot, a kapcsolatra vonatkozó anyagokat megteremteni, mert külsőség, belsőség. Itt egy csomó tény van, amit nekünk el kell magyarázni. Kérdés, magyar a negyedszer. Ez a kapcsolat a vezetők és a csoportok között hogyan... Tehát hogyan kell ezt, mert a kapcsolatok ugye a vezetők között történnek, és nem országok és csoportok között. Én nem tudom, hogy erre nem akarok belemenni. Nekünk nem egy csoporthoz kell kapcsolódni, és nem is politikai pártokhoz, és nem is vezetőkhöz. Én nekünk teljes egészre le kell erről válni. Hát ők a büdös élben nem fogják megérteni, hiszen a mi a módszerünket, mert ez ellenében van a politikusoknak. Nekünk a politikusok fölött kell ezt az egységet megteremteni, amit beszélünk. Mi minden különbség fölötti egységről beszélünk. Milyen különbség van, engem nem érdekel. Engem nem a különbség érdekelnek. Egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Egyik mondásának a gyökere itt van, a másiknak ott van. Az egyik így érzi, a másik úgy érzi. Egyébként pedig fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek. És ezért... Oké, de akkor mi a közös nevező? Hát nekünk, mint egy ilyen esernyőt kell fenntartani,
És nyilvánvalóan az is, tehát nekünk ellenőrizni kell, hogy a különbségek azok, hát mi le tudjuk-e fedni, vagy nem? Tehát nyilván, hogy eltűnnek a különbségek, vagy nem? Tehát itt egy komolysággal kell ezt a kapcsolatot kezelni, tehát nyilvánvalóan ennek az esernyőnek egyre erőteljesebben kell kiterjedni fölöttünk, és nyilvánvalóan a bűn le kell, a szeretet le kell, az összes bűnt le kell fedje, és nyilvánvalóan akkor elválasztott egyik vagy a másik módon kell ezt megváltoztatni. Oké, na, hogyha mi megpróbáljuk ezt a módszert rendesen fenntartani, tehát mondjuk, ha megkapják tőlük minden különbség ellenére, így van. Nekünk folytatni kell ezt a munkát, amit elkezdtünk. Ez egyetlen testként összeolvasz bennünket, és ez beborít bennünket, és egységet mutat. És minden egyes mozgalom, ami a társadalom belül működik, az csak szeparációt okozhat, amely elválasztja a társadalom részeit, és ilyen módon új rész egységek jelennek meg, és a hiba az pontosan abban nyilvánul meg, hogy nekik nincs meg a belső egységre vonatkozó hiányuk, és az egész, és a teljes ereje az egységnek, az kívülről érkezik hozzánk, és ez nagyon fájdalmas lesz a szívnek, hogyha mindig csak a fájdalom tart össze egy-egy társadalmi csoportegységet. Hát ez magától értődő, mondja rá. És valóban ez a nacionalizmusnak ez a szikrája, amely összetart bennünket, ez érezhető teljes mértékben, azonban látni kell, hogy ez egyre jobban inaktívá válik, és hogyha megnézzük, ez egyre nagyobb problémát okoz kívülről, mert hogyha nem működik ez a fajta dolog, ami összetart bennünket, akkor a valóság a sokkal keserűbb, mint amit mi szeretnénk megélni. És az egyetlen reményünk, hogy képesek leszünk egy új nemzeti oktatást megalapozni, és ezen keresztül felfedezni egyszer és mindenkor a természetes nemzeti szeretetet, amely el van bennünk rejtve, és ami a nemzeti erőket újra aktiválja bennünk, ami már 2000 éve el vannak altatva ezek az érzések, és mindenféle módon elvisznek bennünket ezek az aktív erők a nemzeti válás befejezéséhez, és ilyen módon egy természetes alapot jelentetnek arra, hogy újraépítsük a közösségünket, és képesek legyünk folytatni a létezésünket, mint nemzet, és képesek legyünk magunkat a világ összes nemzetén belül kvalifikálni és fenntartani. Még egyszer mondjuk. Az egyetlen remény, még egyszer olvassák, hogy valóban tudunk stabilizálni egy új nemzeti oktatást önmagunk számára, hogy felfedezzük még egyszer a természetes nemzeti szeretetet, amely el van bennünk rejtve, és amely felébreszti majd Rav, mint Ábrahám, ugye? Tehát pontosan ugyanezen a módon kell megtenni. Tehát még egyszer felébesztjük ezt, hogy a nemzeti erő, amely 2000 éve már rejtve van bennünk, és mindenféle módon fel kell ébresztenünk, csak az egység irányába, csak az erő irányába, csak az egység irányába, semmi más nem elfogadható itt, és tudnunk kell, hogy akkor van egy új nemzeti és valós alapunk arra, hogy a létezésünket mi nemzet újra alapozzuk, és hogy megalapozzuk önmagunkat a világ nemzetei előtt is, mint nemzet. És van egy előzetes feltétele bármilyen munkának és bármilyen cselekedetnek. Kérdez valakit. Miért nevezzük
Miért nevezik ezt a kapcsolatot nemzeti kapcsolatnak és nemzeti érzésnek? Miért kérdezed ezt? Mi az, ami miatt megkérdezted ezt, mondjuk? Azért, mert itt azt mondja, mert nekem a világnézetei, tehát nekem, amikor a nemzetről beszélek, akkor nekem a kapcsolatról kell gondoskodnom. Tehát mit jelent a nemzeti szeretet? Nyilvánvalóan csak az, ami a szerepünk pontos működéséből, a szerep pontos betartásába következik lehet a mi nemzetnek az alapja. Oké, de ha mi nem kapcsolódunk egy természetes módon össze, nem, nyilvánvalóan egy resimót kell keresnünk önmagunkban, és sokkal egyszerűbb, mint gondoljuk, hogy ezt megtalálni. Tehát, hogyha mi... Tehát mi egoistábbak vagyunk, mint bárki más. Nyilván törődtek is vagyunk. Ez igaz, de ha mi arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk felébreszteni, és hogyan tudunk viszonylag gyorsabban felébredni, mint mások, ez nagyon fontos. Tehát nyilván ez egy polaritás, ami a mi nemzetünkre belül lett. Oké, na de ez azt jelenti, hogy nekünk egy állapotba kell kerülnünk egymásra, így van. Tehát nyilván, aki jobban törött, az tud jobban felébredni is. Oké, na de akkor nekünk meg kell találni a lényeget, hogy hogyan lehet eljutni a nemzeti szeretethez. Tehát nekünk tehát az embereknek meg kell ezt érteni. Nyilvánvalóan nekünk csoportként kell ezt megélni, és egyéniként is meg kell ezt mind élni. Tehát, hogy mi a... Tehát meg kell jönni egy vágyódásnak, hogy a csoport megadja nekem a teremtő elérésének a lehetőségét. Tehát ezért volt fontos Ábrahámnak a munkája, mert ő nemzetté kovácsolta a nemzetet. Ő kezdte ezt a munkát el, hogy mi érezzük az egységnek az erejét, és hogy a felső gyökerek erejét. És nyilván a nemzetek többsége nincsen a teremtővel kapcsolatban. Tehát az nyilvánvalóan lehet, hogy az egyénben van valamilyen szikra, amely tud dolgozni, de a nemzeté azt tesz bennünket, minket Izrael különösen, hogy képesek vagyunk a közös gyökereinkhez kapcsolódni. És ugyanaz a kapcsolat, még az töröttek is, mert mit jelent a törött? Az, hogy nem tudjuk helyes módon érzékelni a működését ennek. Ennek ellenére ez működik. Oké, na de ez a nemzeti szeretet, amiről szó van. Ez nem természetes nemzeti szeretet. Oké, na de akkor mi? Mi az, amiről itt beszélünk? Nyilván mi Izraelről beszélve mást kell mondanunk, mint a más nemzetek esetében, de azért nézzük ezt természetesnek, mert ez Ábrahám megközelítéséből származik, és ezt nevezhetjük természetes megközelítésnek. Tehát az, hogy a közöttük lévő kapcsolatot ugye nem csak fizikai kapcsolatnak kell, hogy tekintsük, nem fizikai kapcsolat ez többé. Tehát látnunk kell, hogy mi hogyan működik. Tehát megnézzük a különböző részeknek a kapcsolatát, akik összekapcsoltak, ahonnan a nemzetünknek az alapjaival, ugye az Izraelen belül is a jemenieket, és az összes többi részét a nemzetünknek, hogy kapcsoltak össze a pakisztániak, a 200 millió pakisztániból idejöttek, hát ki tudja, mondja Rav, hogy mindannyiunknak hogy kell felfedezniük mindent. Ezek mindannyian ugyanarra a közös gyökére vonatkoznak, és össze kell kapcsolódnunk. Tehát mondjuk 1 milliárd ember feltárja a saját belső gyökerét, és
millió anasim, ez miszkinim be Ez nem azt jelenti akkor, ugye, hogy itt van ennyi ember, amott meg amannyi. Tehát ezzel a nemzet nem lehet ilyen módon szétszolgáltatja. Tehát ha megnézitek, akkor ugye volt a Selyem út, ugye, amin keresztül hozták a sejmet és a fűszereket Európába, hát azok mentén szerveződtek a zsidók, mert a zsidók kereskedők hozták ezt. De az nem a nemzetnek a szervezettsége volt, azért ezt ne keverjük össze, magyarok, hogy a Selyem út mentén szerveződött a zsidó nemzet. Amit ma tanultunk, az mondja Motimor, hogy az egyetlen reményünk, amit Bála Szalám is ír, az a nemzeti szintű oktatás. De mit jelent az, hogy nekünk el kell jutnunk ehhez? Tehát hogy lehet egy ilyen oktatást kiépíteni? Tehát köröket szervezünk, az oktatás az nem győzködés, mondja, hanem a példa. A példamutatás. Tehát lekerülted el az embert, és meg kell, hogy mutasd neki, hogy tudod abba az állapotban vinni, amivel te vagy. Hogy ugyanazt érezd, amit te. Ezt nevezzük úgy, hogy te az embert belül megformálod, és ezt nevezzük oktatásnak. Semmi másra nincs szó, és nem is működik semmi. Nyilvánvalóan ez az értelme megfelelően működik, a magyarázatnak megfelelően működik. Hát nézzétek, mi történik az iskolákban. Tehát az összes oktatásunk, az összes filozófiánk, minden azon alapul, hogy a valódi oktatása az ember belső törekvéseire kell, hogy hasson, és ezen a törekvéseken keresztül kell, hogy hozzád kapcsolódjon, mert akkor a te belső működésedet ő szeretné lemásolni, és ilyen módon tanítod őt. Oké, de mit jelent az, amit tennünk kell? Tehát akkor elmennénk iskolákba, akkor ez lenne a megoldás. Ez nem reális, magyarok, hogy belépjünk az iskolákba. Tehát a belső köröket kell úgy megszerveznünk, rádión, televízión keresztül, hogy lássák, hogy milyen módszerünk. Oké, de akkor ezen keresztül sikeresekkel váltunk. Így van, magyarok. A módszert kell bemutatni, és az a módszeren keresztül mindenki jobban érezni magát. És ilyen módon növekedni tudtok, és meg fogjátok érteni, ami történik, és a legfontosabb dolog, hogy ugyanabban a törekvésre vigyétek az embereket, mert ti vagytok. Oké, na de akkor semmilyen politikai befolyás nem kell semmilyen politikai megoldásokat adni. Természetesen, mondjára. De én azt sem gondolnám, hogy túl sokat kellene bármi másra foglalkozni. Lehet, hogy mindenféle helyekről. Még több ember kell, hogy jobban megértsük, hogy mi történik, hogy milyen fajta oktatást akarom mi az embereknek adni. Lehet, hogy az embereknek azt is el kell magyaráznunk, hogy kell ebben az oktatásban részt venni. Lehet, hogy ezek az oktatóknak, akik ezt oktatják, a körök tudományát, ez lesz a munkájuk, nem tudom. De most a tévén, a okostelefonokon és egyéb eszközökön keresztül meg kell oldanunk, hogy az emberek megkapják ezeket a megoldásokat, és hogy mindenki megértse, hogy nincs más módunk az előadásban. Na most akkor folytatjuk ezt, vagy nyilván jön az utolsó óra, tehát bekapcsolják Izraelt. Így van, tehát énekeljünk egy dalt együtt, és utána folytatjuk a leckét. Közben bekapcsolják ugye a 66-os csatornát. את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי קוראים לזה אהבה אמיתית (מוזיקה)
אתה מרגיש בעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית